Dunaszerdahelyen már hagyománya van annak, hogy az önkormányzat a tanítónap alkalmából anyagi elismerésben részesíti a pedagógusokat. Hájó Zoltán polgármester méltatta a tanítók munkáját, akiket elismerés illet, mert a jövő generációjának tudását gyarapítják. Beszédében hangsúlyozta, hogy az oktatási rendszerbe szükséges a beruházás, mert az a gazdasági siker feltétele. Az ünnepségen öt városi óvoda óvónőjét is kitüntették, köztük Gálfi Mártát, aki foglalkozását küldetésnek tekinti. Mindig is a gyerekek voltak fontosak számomra, és talán ez az a hivatás, aminél a gyerekek szeretete, az felbecsülhetetlen érték, és tényleg a jövő generációját tanítani, okítani, az egy hatalmas tisztelet és tisztesség, úgyhogy nekem ez volt a legfontosabb. Én tényleg hivatásnak tekintem, és tényleg ott érzem magam otthon, és ezt hiszem megtaláltam azt, amit én az egész életemben szeretnék csinálni. A rendezvényen Comenius emlékéremmel jutalmazták azokat a pedagógusokat, akik nyugállományba vonulnak. Hajós László ugyan nyugdíjas korba lépett, de még a jövőben is oktatja az idegen nyelveket. Nagyon jó élmény, jó érzés átadni a fiataloknak a tudást, és amikor megtapasztalja az ember, hogy megkedvelik az idegen nyelveket, a németet és angolt, amit tanítok, akkor egy különleges öröm tölti el az ember szívét, amit igazából anyagiakkal nem lehet kifejezni. Minden elkezdett óra egyfajta kihívás, és számomra izgalommal jár. A városi tanítónapon Dunaszerdahely 5 alapiskolájának 12 pedagógusa, valamint a Művészeti Alapiskola 2 és a Városi Szabadidőközpont 1 tanára részesült jutalomban.